Anya, apa, hát ti mit csináltok itt? Megjelent Balotton a főnyeremény fiam. Tényleg, ez az! Fiam, hossak ide a szelvényt! A szelvényt? Igen, te adtad föl, nem emlékszel? De már is hozom. Basszus, elfelejtettem feladni a szelvényt! Mit csináljak? Csinálj egy kamu rádió műsort a haverjaiddal, amiben a lottósorsolásban más számokat húznak ki. És most a lottó nyerő számai következnek. 95, 96, 97, a 98 és a 90. Halljátok? Nem is ezek a számaink. A hírek. Hát de ez a Tominek a hangja. De ezek meg milyen számok? A lottó számok csak 90-ig vannak. Most mondták, hogy 96, meg 95. Meg 99. Ja, mi ez? Javaslom, költöz be egy pincébe, hibernáld le magad 20-15 évre, addigra már úgyis elfelejtik az egészet. Tereld el a témát, hát ha a szüleid elfelejtik a lottószelvényt. Vennünk egy kocsit. Egyet, inkább kettőt. Hát, kocsi vagy ide-oda, de tegnap láttam egy olyan műsort, amiben az volt, hogy az egész életünk egy szimuláció, és hogyha valaki úgy mond, hogy mennyi még kitörli, akkor nem lesz se kocsi, se lottószelvény, se semmi. Ja, mindjárt lesz itt neked akkor a gombnyomás, hogy hozz ide a lottószelvényt. Csak vald be az egészet. Legfeljebb leszídnak egy kicsit, de legalább megoldódik a probléma. Sziasztok. Szia. Szia. Hogy nálad van? Ez milyen szelvény? Ez nem az igazoló szelvény. Hát tudom, elfelejtettem leadni. Hát de miért nem szóltál erről nekünk először? Szerencsé az okos kis szemét beadtam. Ennyi vagy tesó, az én részemből pedig ennyit kapsz.